Sziasztok! Amikor Izrael fiai visszajönnek Midjánból és hoznak magukkal mindenféle edényt, akkor Mózes megtanítja őket a kóserságnak egy további fejezetéről. Ismerünk, hogy a Tórában vannak olyan ételeket, amit szabad enni, és olyat, amit nem szabad enni. Ez az ételeknek a kósersága. Erre azt mondja Mózes nekik, hogy nem csak az étel kellett legyen kóser, hanem az edény is kellett legyen kóser. Ami azt jelenti, elsősorban az edénynek a kósersága abban a szempontból kell nézni, hogy beszívott magában valamit. És itt pedig azt mondja nekik Mózes, kolda városai a vóba és tavíróba is. Minden olyan dolog, amit melegen használtak, és amikor valamit melegen használnak, főznek benne, vagy ilyesmi, akkor beszív magában az edény, és ezért, ha az nem volt kóser, akkor most már az edény se kóser. És erre nem segít az, hogy egyszer csak elmosom valami jó mosószerrel, attól még nem lesz kóser. Ki kell égetni, és arra különböző szintek vannak. Ha csak főzésre volt használva, ami azt jelenti forró víz által szívad be, akkor azt forró vízzel lehet kikaserolni. Ha pedig tüzen sült, akkor tűzzel ki kell égetni. Ha pedig valamit csak hidegen használtak, akkor elég az, hogy kiöblíteni, és akkor most már az edény kóser. Szóval azon kívül, hogy az étel kellett legyen kóser, az edény is kellett legyen kóser. Utána pedig még az is van, hogy még mindig a mikvében el kell vinni. Ez egy további, lehet ezt nevezni, egy további kóserságot az edénynek. Úgy is lehet ezt mondani, hogy az ember veszed edényt, akkor az edényt be kell téríteni. Hogy kell betéríteni az edényt? Hogy el kell vinni a mikvében és alameríteni a vízben. Anélkül nem szabad használni az edényt. Hiába kóser az edény, mert soha nem volt használva, miatt nem szívott magában semmiféle rosszat, még mindig van egy további dolog, hogy el kell vinni a mikvében. Igaz, hogy az is lehet, el lehet vinni a Dunához is. Az is megfelel. Szóval ezért akkor van a kóser étel, van a kóser edény, és utána még mindig be kell téríteni az edényt, és attól lesz igazán kóser. Erre tanít Mózes minket a heti szakaszban. Köszönöm szépen!